Rendhagyó módon már a bajnokság közben tartotta meg a máskor szezon előtt esedékes sajtótájékoztatóját a Sunshine Nyikse. De rendhagyó módon teltek az elmúlt hetek is, mivel a 11 utánpótlás és két felnőtt csapatot működtető egyesület fiataljai nem tudnak edzeni, mert nem látogathatják az iskolák tornatermeit. A kirakatot az NB2 keleti csoportjában szereplő együttes jelenti, amely a Gyulai Kolor, a Kiskunfélegyháza és a Deac 2 ellen is győztesen hagyta el a pályát. Mint az egyesület elnöke elmondta, akár az osztályváltást is vállalnák a szezon végén. A célunk az volt, hogy ott maradni a legjobb kettőben, tehát az első-második helyek valamelyikén végezni, és esetleg a rájátszásba eséllyel indulni a feljutásért az NB1B zöld csoportjába. Nagyon nehéz lesz ez, hogyha ezt a tervünket továbbra is tartjuk ebben a helyzetben, hiszen sajnos nagyon erős a mezőny, tehát minden eddiginél azt gondolom, hogy erősebb. Az NB2 keleti csoportjában legalább 6 olyan csapat van, aki bár melyikük végezhet az élen, és jól szerepelhet, és terveik is vannak, feljutási terveik, úgyhogy azt gondolom, hogy ez most minden eddiginél nehezebb lesz. A szakmai munkát továbbra is Kovács Tibor irányítja, az edzőnek két új nyíregyházi nevelési kosaras kell beépíteni a csapatba. Minden évben mi arra törekszünk, hogy ha lehet a helyi kötődésű játékosoknak úgy adjuk meg a lehetőséget, hogy akik már esetleg nem férnek be egy felsőbb osztályú csapatba, vagy még nem férnek oda, legyen olyan komoly játék lehetőségük az edzés lehetőség mellett, ahol bizonyíthatják tudásukat. Mint minden csapatnál az a tapasztalat, hogy változnak a keretek. Tőlünk az idén szerencsére csak egy játékos távozott el, Sipos Timót, aki tanulmányait Debrecenben folytatja, viszont két játékos érkezett, nyíregyháza kötődésűek, Gáspár Balázs és Bíró Benedek. Balázs már nagyobb rutinnal rendelkezik, mert több felsőbb osztályú csapatban is már rutint szerzett, és tudásával egészen biztos, hogy nagy hasznára lesz csapatunknak. A 26 éves center a tiszaújvárosi városi éveket követően a legutóbbi szezonban a budapesti Honvédban játszott, onnan tért haza Nyíregyházára. Nyáron voltak megkereséseim, voltak rosszabbak, jobbak, volt szóbeli megegyezés is egy másik csapattal, még B-ből, viszont korecsép szempontjából ez nem sikerült, és ezután kezdtem el beszélni Balogh Bélával az esetőségéről annak, hogy itt játszassak. Még szeptember elején lett megbeszélve a dolog, viszont sajnos közben jött nekem a koronavírus, elkaptam a vírus sajnos, és ezért még várni kellett a dolgokkal, az edzésekkel, és viszont ezután már egy másfél hete már edzetek. A játékos pénteken a Szolnok 2 elleni zárt kapus hazai meccsen már pályára is léphet. A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy az egyesület futszál és esport szakosztálya bővült.